Tisztelt csantavériek, tisztelt jelenlevők, tisztelt vendégek, mindenkit szeretettel üdvözlök Szent Anton napján, Csantavér ünnepén. Nagyon szép szózat hallatszott és hangzott el a szentmisén, mert egyről szólt, a megbékélésről, az együttérzésről, a szeretetről és a közösségről. Hiszem azt, hogy az elkövetkező időkben hasonló életmód lesz hivatott ránk is, hiszen ha tükörben nézünk, akkor mindannyian megszeretjük önmagunkat, megszeressük barátjainkat, rokonainkat, szomszédainkat. Nem szeretnék külön kiemelni semmilyen vendéget, mert akkor valakit véletlenül lehet, hogy kihagynánk, és akkor meg abból baj lesz, nem lesz pénz. De külön szeretném kiemelni Mezőbeli polgármesterét is, a képviselő társaságát, valamint Dunaújváros képviseletségét. Szeretném kiemelni mindazokat, akik jóhiszeműen hozzájárultak, hogy szerény módon is, de ez a falunap megvalósuljon. Most pedig, mielőtt zárószónként átadnám önmagamat Szlávko Parasznak, az újonnan megválasztott közgyűlés elnökének, városi, vigyázzanak. Megköszönöm mindenkinek, hogy itt vannak, kellemes hétvégét, kellemes családi ünnepet, kellemes falu ünnepet, és éljen Csantavér, minden jót kívánok!
Cause I'm going straight, I've tried a long time, but you turned me out of